Na, szevasztok, Gábor vagyok, és a techbarátot nézitek, folytatjuk. Gyorsan most már tényleg csak egy kicsi brófozás fér bele, mert azért aludni is kell. Nekem is, meg nektek is gondolom, illetve nektek is, meg nekem is. Jaj, közben a csetet azt be kell itt kapcsolnom a tablettán, mert ezt nem tudom a kijelzőn nézni sajnos. Egy fél pillanat. Ups, jó. Na, itt van mindenki, ez az, mind a hatan megvagyunk. No, hát őt vettem kérek szépen, egy hotdogot. Kurva jó, ezt a hotdogot, van egy ilyen ugye a boltban, nézzük meg, hogy ezeket már ónolom. Ja, igen, vettem egy csomó tallért. Vegyük meg a brownit is, megvesszük. Egy brownie. Annyi lila tallérom van, mint a szemét. Na, mi van? Na, nem tudom megvenni, haló? Ó, bazzik, valami error volt. Szerintem még mindig van valami érzével. A internettel. Vagy a connection-nel. Megszerezve. Lassú. Valami lassú, bassza meg. Nem tudom miért. Láthatatlan lasszó. Ez is jó, megvesszük. Na. Ja, nem, most gyors. Szóval elmondom mindenkinek, hogy jelmezt is lehet szerezni ezekből a pakkokból. És akkor egyszerre három jelmezt kaptok, mindegyik ilyen 4 euró. Tehát 1200 forintért igazából, vagy mint 1500 ér, szerintem tökre megéri amúgy. Sétáló szar. Teljes csomag, ezeket most nem akarok, mert mondjuk ezek annyira nem is tetszenek. Max még az édes csomag, ezek ilyen jópofák, vagy a fagyi. Hát mondjuk ezek is, nem mondjuk jól néz ki mindegyik, de nem tudom, tehát tehát a hamburger, a sült krumpli, a hotdog, az szerintem király. Úgyhogy 4 euróból ehhez jutottam hozzá, és hát ami a még durvább, érméket is lehet szerezni, és kapaszkodjatok meg. Az érme, azt hiszem ez, hát mindjárt rá is kattintok, hogy megmutassam, lehet, hogy nem látszik a streamen, de mindjárt mondom. Azt hiszem 6 egész... Igen, lassan tölt be, lassú. 6,87. Tehát 6,87, mondjuk 7 euró, mondjuk legyen 3000 forint, úgy, hogy abból kapsz 185 000 tallért, vagy ilyen lila ízét, és megnézitek, ilyen 1000 valamennyitől 3-4000-ig ennyibe kerülnek a dolgok. Tehát így rohadt sokat tudsz venni igazából 3000 forintból, kurva sok minden. Szóval szerintem rohadtul megéri, úgyhogy föltöltöttem egyszer, még van 148 000. Ja, meg amúgy kapsz lila tallérokat, tehát a játékok után, meg ha nyersz, akkor ugye vissza is töltődik, tehát még valamennyi jön is vissza. Úgyhogy vegyük meg a szendvicset is. Nyami, nyami. Tök fincsi kis szendó, kicsit így lötyög, nem tudom, mintha ez egy gumiból lenne, de mindegy. Ez kurva jó, az állasz. Ez nagyon jó, ezt is megvesszük, a van pénz lóvéra. Hát pont 2 koronánk van, füst, zöld. Kéne valamire gyűjteni? Legendás. Hát ez alig látszik. Vegyük meg ezt a füstzöldet, költsük el a koronáinkat is. Na! Szerintem ez egy menő néz ki, mert ez ilyen sportos izé, ilyen fejpánt, szemüveggel, két embert már egyből nem érdekelt, meg kiléptek. Köszi szépen! Kezdjük a játékot, de ők nem ismerik, hogy miről szól ez a játék, úgyhogy... De Árpi, most kaptam meg a izért, hogy van nálatok facebook.com. Átjött. Na most elvileg... Most látom már online az embereket? Látom online az embereket. Na. Ja, jó van, kezdjük. 60-an vagyunk, az a rohadt sok. Mondjuk az ilyenkor még... Gyerünk, csapassuk! Hát az ott áll egy helyben, úgyhogy szerintem induljunk el. Ú,
A kurva anyád! És nézd, kétszer baszott belém a izé kalapácsával, hogy rohadna meg. A rossz indulatú kurva anyját, nézd meg, a banán, nézd meg, tehát ezt gyűlölöm, bazd meg a legjobban. Hogy megállt még ott a kalapácsom, hogy a minden pályán van egy rejtve valahol egy kalapács. Ez az, küldjük, csapassuk, csapassuk, szétverem a brokkolit, bazeg, szétverem. Igen, mondjuk ezt nem tudom, hogy hát... Most igazából miért? Tehát ennyirevel a Call of Duty is beperelhetné a Battlefieldet, nem? Hogy miért csinált háborús játékot, vagy fordítva. Tehát, hogy... Tehát attól még meg van focis játék, van FIFA, meg PES. Tehát, hogy mondjuk a PES az állítok nagyon szar lett. Elég sok izé buggal, de gondolom az még valami béta. Úgyhogy így vesszük, és igazából mondjuk ez annyiból másabb, hogy én mondom, én a Fall Guys-t megvettem múlt héten, vagy két hete, de most vissza is kértem a pénzt a Steam-től, mert egy fos. Nem lehetett irányítani, tehát mármint tök más a fizikája, és így, tehát nem, egyszerűen a pályának a negyedéig nem jutottam el, és úgy voltam vele, na jó nem. Tehát, hogy itt, amikor először játszottam vele, akkor végig tudtam menni rajta, csak mit tudom én, voltak nehézségek, de az nem. Tehát annak az irányítása egy hulladék. Vissza is kaptam a pénzt, amúgy érte, úgyhogy ezt meg elköltöttem a Counter-Strike-ba, nem ez a lényeg. De például annyit láttam, hogy abban mondjuk az más, hogy például a játékmenet, hogy itt ugye itt van eleve a brokkoli, itt vannak csapdák, stb. Ott meg igazából egy pályán igazából, ahol önmagukban vannak csapdák, tehát mozgó dolgok, ott kell átjutni, tehát nincsen egy brokkoli, meg utána nincs senki, akit izé szanaszét kéne csapdosni. Ebben az értelemben, ha úgy veszük, akkor ez más. Nyilván az, hogy kis vicces, kis izékkel, figurákkal vagytok, mondjuk ezek még értelmesebbek, mert ezek létező dolgok, és szerintem kurva jól néznek ki, ott meg ilyen kis bab figurák, vagy ilyen babnak hívják a szemüket. Tehát végülis nem rossz, de ilyen tekintetben, ha úgy veszik, akkor más a kettő, mert hát jó, akadálypályán kell menni, meg ilyen kis aranyos cuccokkal, de meg lehet, hogy a Fall Guys füle mögött is van, vagy úgyhogy ők meg csöndben maradnak, hogy hát jó, oké. Okay. Vagyis lehet, hogy ez volt előbb, és a Fall Guys meg lefejlesztette korábban. Vagy ki tud, mit, tehát nem lehet. Lehet, hogy ez a Fall Guys-nak a csapatából nem tudom, ki csinálta a Fall Guys-t. Kivált mondjuk pár emberke, aztán azt mondták, hogy na majd ők megcsinálják a tútkerájt. Ó, baszd meg a basz, ugye meg. De itt nem lehet átjutni sem bak. Tehát ez a pálya, ez a legnagyobb szopásabb. Nézd meg, tehát ezen nem lehet, baszd meg. Nem, tehát nem tudsz a többiek több, az meg nem. És ebbe a kamerá... Na végre, följebb jutottam egyel, hú. Tehát amikor egymás hegyén hátán kéne, bazd meg, valahogy fölmenni. Na végre. És nem egyszer volt ezen a pályán az, hogy azok a játékosok, akik a lehetséges továbbjutóknak egy nagy része, bazd meg, nem jutott tovább. És azért ez úgy eléggé arról árulkodik, hogy... Nézd meg, ezek azért állnak, bazd meg itt, hogy leráncsanak. Hát akkor megyünk erre, bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Az Isten verjen már meg. Azért állott az a két gyökér. Hogy rángassa az embereket. Hát ezt... Hú, az ilyet addig rugdosnám, amíg mozognak, bazd meg. Ajaj, már sokan jutottak be. Tudtam, hogy most nyitja ki. Tudtam, bazd meg. Várjál. Ja nem, még nincs itt. Akkor rosszul láttam.
Hú, bazeg. Igen, csak valami, ennek kúrva jó emótok is. Hoppá, Gangnam Style, hopp. És nézzük, leüt, bazd meg. Tehát, hogy nem, az ilyen gyökér... van nyukat az ilyeneknek. Ott emótolnék, hagyjon már békén a csába. És nem hagy békén. Hogy erre a turmizgépre gondolsz? Mármint ez a daráló? Arrow Straight. Ez egy jó pálya, ezt szeressem. Na, és ez a döntőbe jutásért megy, úgyhogy szorítsatok. Bazd meg, majdnem sikerült a picsába. Nem jó. Elbasz csisztam. Ugye benyomja ezért pörgőforgószárságot. És nézd meg ezt a rohadt... A rohadt tetves, büdös nénikéjét. Bazd meg, ott voltam a végén, tehát ennek mi értelme volt, saját magát is megszopatja, bazd meg. Hát figyú, nekem a netem amúgy még mindig ilyen izé, kibaszott lassan tölt be a Steam is, tehát most a telefonon rá akartam menni izé, a barátok akár. Jó, hát ezt most már akkor nem fogom megnézni, kilépés a játékból. Mert ugye itt most kiestem. Na, folytassuk! Közben itt izé Steamen pingetnek, hogy menjek, nem megyek most csézni, bazd meg, mert ez fölcseszte az agyam. És van az még, aki ugye a kalapáccsal, hogyha szerezi kalapácsot a pályán, a megáll a legvégén, és elkezdi lepüfölni a játékosokat. Tehát, hogy nem az, hogy bemegy és örül annak, hogy bejutott, nem. Megáll a pálya végén, bazd meg, és elkezdi izé. Ne cseveg és offline, de azért nem tölt be az ízése. Valamilyen nettel van. Biztos a Putyin állította le ezt is. Hát, de nem is a Facebook, más nagyon, tehát a Steam sem nagyon pörög. És most robbant. Gyerünk. Bazd meg, miért nem értél oda időben, te gyökér? És kilök. De pedig ezen eddig átmentem, bazd meg. Thank you.
Jaj, szia, ja igen, ó, köszi Viki. Köszi, hát megyek most már lassan én is, úgyhogy ahol a munka van, ugye. Köszi, köszi, hogy itt voltál, köszi Vikinek is, meg neked is, Fake Death. Nem kell nekem tanács. Gyertek legközelebb is, legközelebb majd, hát csütörtökön biztos lesz, meg pénteken. De lehet, hogy holnap-holnap után valamelyik nap még egy kis, kis brófolszozás, tehát valami kis lájtos lesz majd, úgyhogy majd meglátjuk. De csütörtök pénteken biztos, úgyhogy gyertek majd akkor is. Jó szakát mindenkinek, aki megy. De a többiek azért maradjanak, még egy kicsit azért tolni fogom. Le, ezért tarkon ütöm ezt a csirkét, ezt a grill csirkét, meg a tortát is. Sőt, megszexuálom itt a brokkolit, nézd meg, lelögdösöm. Nesze? Takarodjál, lelököm. Mozog a brokkoli, bazeg. Úgy-úgy, azaz, lelögtem. De mondom, nem, szerintem ez nem csak a Facebook, mert hát most más izék is kurva lassan töltenek be. Tehát mondom, a Call of Duty-nek az elején, amikor beléptem legelőször, akkor azt hitt, hogy offline, nem tud csatlakozni. Tehát ilyen olyan, mint hogyha ha nagyon sok szerver, vagy nem tudom, ilyen átjárókkal lenne valami izé, valami gebasz. És nyilván ezt érinti a Facebookot is, de és ugye azt teszik észre az emberek legelőször, mert mit használ minden ember a mai világban? Facebookot meg Messengert. Nem Black Ops 3-at. Tehát, hogy... És mondom, nem csak a Facebooknak lehet DNS-gebasza, hanem valami ilyen nagyobb, tehát ilyen globálisabb DNS-gebasz lehet. Mert igazából betöltenek az oldalak, meg a speedtestet futtattam, tehát nem a hálózatommal van probléma, vagy tehát nem a sebességgel a netnek, hanem egyszerűen nem tudja feloldani a címet, amit meg akarok nyitni. És visszafordul, ott van az alma, nézd meg, ott áll, ahelyett, hogy bemenne, nem, ott várja, és próbálja meg lerángatni a izéket. De hogy dögölne meg, tehát hogy essen ők, azt most azért fogok szurkolni, bazdmeg, hogy essen ki. Ja, hogy Steamen nem amúgy. Meg hát próbáltam mit tenni az árukeresőt is megnyitni, és az is, tehát megnyitottam a telefonomon, és így izé, tehát a telefonon eddig mindig az volt, hogy így ráklikkelek, és már így végigfutott a csík, és már megjelent, hogy izé. Most meg így egy pici csík elindult, így át, izé, és utána így szép, egyszer csak így megjelent. Úgyhogy nem hiszem, hogy csak a Facebook azonosít társa működő oldalak. Menj már az anyádba, nesze te. Jaj, a Steamet? De nincs hozzá, az én Steamem nincs hozzákötve a fé. Vagy várjál? Lehet, hogy hoz a fasz tudja. Nem tudom. Na jó, de az árukereső az nincsen. De az árukeresőnek nincs köze a Facebookhoz. Vagy van? Nem tudom, hogy van-e. Ja, mindegy. Sleepy Beats. Ó, már mindjárt tolja, pörgesd meg, úgy. A picsába. És meg leránt, bazd meg mindjárt.
ha lerántasz, pofán verlek. Aha, figyelj. Úgy-úgy, pörgesd, úgy-úgy. Nézd meg, nem tud átfutni, bazd meg. Ben vagyunk a döntőben, ez a lényeg. Ne! Ne, komolyan! Amúgy az szép lenne, hogyha valaki a domain nevet nem hosszabbítja meg a Facebookra, bazd meg. Jaj, ezt utálom. Ez egy új pálya. Olyan, mint a Big Wall. Mondjuk van benne már gyakorlatom csak hát a végén, ez annyira ilyen lutri. Jó, mindegyik döntő igazából lutri, mert ugye lecsapkodom őket, figyelj, picsába le. Baszki! Nem elkezdhetem előről a picsába. Hát de baszd meg! Ah, bassza meg a... Jó, mondjuk most egy gyorsan izé, hát akkor a Steam-mel is van valami probléma. Lehet a Steam-et most érte utol. Valami gebb, az megy a Facebook? Megy. Na de most akkor ezt tudom legalább, hogy itt át lehet ezt ugrálni. De nyilván várni kell, bazd meg, hát most nem tolja. Amatőrök, bazd meg. Ugye megpörgeti a izért. Pörgetjűt. Nem pörgeti meg. Akkor mehetünk. Nézd meg, ezt nem hiszem el, hogy menjen a büdös rohadt nénikébe az ilyen köcsedék. Jó, be fogok úgyis jutni, mert izé sokan tovább tudnak jutni, de fú, az ilyennek így kezét vágnám le, bazd meg. Gyökér.
Gyerejünk, szaladj kis hotdogom a kis virslikéddel a lábaid között. Na nincsen izé. Nincs brokkoli. Azt nézd meg, tök normális, hogy fölvette az a kalapácsot az uborka, és nem állt meg a célegyenesnél, hogy nem fordult vissza, hogy elkezdje csapkodni az embereket, de befutott. Jó, hát anyádat csapkodjad. Azok az saját magát izél. Csapdázta le. Tehát azért mondjuk ezt, hogy Google meg Facebook szinten elfelejti valaki a domain reget meghosszabbítani, azért az komoly. Hát nem tudtam még ezt még regisztrálni kell, tehát gondolom ez nem úgy van, hogy hát szerintem mindegy, szerintem rájuk is vonatkoznak ezek bizonyos szabályok, de hát ez automatizmus, bazd meg, hát nem hiszem, hogy hopp, kapta. Nem hiszem, hogy 2, de lehet, hogy 10. Mit tudom én, és most jött le 10 év. Hogy fasz tudja. Rakes dolga, igen. Kumár elfelejtette. Rakes Kumár. Tell me. Are you going to extend the contract for Facebook domain? I'm going to renew the domain for Facebook. Nem hiszem. De 50 évre azért nem veheti meg, mert Futi van. Nem jön a brokkoli, bazd meg, nem jön. Nem jön a brokkoli. Yes! Brokkoli, ez most indult el. De miért ne lehetne elképzelhető? Nem az a hihetetlen, hogy meg kell újítani, hanem az, hogy egy ekkora cégnél, mint a Facebook, ezt valaki valaha elfelejti, mert nyilván egy ekkora, az egy dolog, hogy meg kell újítani, na de hát, bazd meg, arra automatizmus, vagy tényleg Kumár, vagy bárki ott van, tehát arra van egy dedikált ember, vagy akár egy egész csapat, aki meghosszabbítja, tehát nem az a fura, hogy meg kell hosszabbítani, hanem hogy valaki ezt mondjuk nem csinálta meg. Fos, na jó, még egy utolsót játszom. Ennek a pályának sincs semmi egy értem az ég egyet a világon. Próbálj meg rohangálni, és ha taktikázni próbálsz, az sem jön be, mert akkor tudja, hogy a nyomodban lesznek, és akkor körbe körülötted végig ugrálják. Tehát nem tudsz talán egy olyan területet, amit te így el tudsz magadnak foglalni, és akkor majd te ott így szépen ugrálgatsz egyesével, miközben a többiek már leestek. Á, ilyen nincs.
És akkor a vicc az egészben az, amikor én leesem, akkor utána aki megnyeri, az még a legfőső szinten ilyen kis, mit tudom én, 6-7 kis kockán, ami még van hátra, azon ott ugrágat. Tehát, hogy értem én, persze, szerencse kell mindenhez, ez az egész játékhoz, de azért ennyire... Az komoly. Hát igen, mondjuk az egész interneten azért lehet ilyet elő lehet idézni. Úgy-úgy most nyomja be ezért, égetek, így van. De égő! De hagyjál már békén, bazd meg! Hát most kell volna betolni a izét, a kólás üvegeket. Nem nyomja be, bazd meg. Nézzük, nem nyomja meg. Nem nyomta meg, bazd meg. Ott állt. Micsoda verekedésre, mint a Blahának az aluljárójába, bazeg. A tesókák összeverekedtek, jaj. Mindjárt előkerül a bökő is, ugye, amit Danika emlegetett az elmúlt adásban. Az igen, nézzétek a tojást a ketrec fölött. Komoly. Ajaj, félbe lettem vágva. Félbeszakítottak. Aztán elbasztam. Aztán, hogy le akarom majd rángatni a banán, de nem, jó fej volt. És rá tudok esni olyan pont a brokkolinek a fejére? Majdnem. Picsába.
és nézzük, nincs brokkoli már mióta, és még mindig nem tudtak tovább jutni, ugye lehet elég az idő. Még az nem baj, mert ha kevesebben jutnak be, az annál jobb, mert akkor a döntőbe is. Na, megpróbáljunk ráugrani. Bazd meg, majdnem ráugrattam a fejére. Takarodj le. Hey! 15 maradt. Nem tudtak bejutni bazdmeg, pedig ezért ez nem egy olyan nehéz, mert a nagy falasot azt megérteni, ahol azokon a szarokon kell felugrálni. Hát remélem, hogy most nem azt fogja adni, mert akkor mondjuk most azért lenne jó, mert kevesen vagyunk, tehát most már nem gáz, de nem, ez jó lesz. Nem lenne gáz, mert azért 15 játékosnál már ott azért ugye el tudsz izé rohangálni. De amikor 60-an próbálnak fölmenni, kösz. Nem, bazd meg, majdnem föl tudtam ugrani. A kurva anyját ennek a brokkolinak. Az meg is egy már bejutott. Gyerünk, nyomjad a dobócsillagot, bazd meg. Ez volt az okos húzás, srácok. Azért ezt láttátok, a fifikát, mert ment oda a kis köcsedék. Láttam ám. Dögölj meg, azaz kapod. Kiütöttem. Nem, azt írja, általában a brokkolinek a nevét írja, hogy ő ütötte ki a brokkoli, de ez egy bug még. Ezt már jeleztem a Discord szerverem meg a izé supportnál. Ugye mivel beta játékról van szó, azért még vannak benne hibák, de... Én ütöttem ki. Ó, jó, de jó. Szeretjük. Szeretik a tika megyet. De ketten szeretünk mi egyet. Csak nehogy átugorjon az a faszkalap, mert akkor... Jó, az nem fog átugrani. Nagyon nézelődik. Nézem a reakcióját, hogy... Kicsit távolabb ugrunk ezértől. Mondjuk az megy felé, az nagyon jó.
Nesze bazd meg, le akartál ütni? Le akartál, köcsög! A tech barátot nem lehet leütni. Azért ez necces volt. Hát igen, mondjuk a menekülést még választhattam volna, de jött volna utánam. És azzal az az egy probléma van, hogy... Hogy menekülni azért háttal tudok, mármint az ilyenek háttal, mert ugye úgy van több időm nyilván, értelemszerűen. Tehát nem, hogyha a forgás irányával ellentétes irányba ugrom. Viszont akkor meg háttal vagyok, és nem nagyon látom azt, hogy ezért, ha meg már nagyon felgyorsul, akkor nincs arra időm, hogy illetve nem látom, hogy van még időm, csak azért ahhoz meg kéne egy kicsit fordulni, és de addigra már ott van az a cucc. Úgyhogy ez az, nyertem. Na nézzük, hogy mit kapunk. Na jó, tudjátok, még egy utolsót, mert ezt nem lehet a csúcson kéne abba hagyni. A boltban nincsen semmi, amit megtudnánk. Semmi. Mindent megvettünk, gyerekek. Na, még egy utcsó. Na, most nem is leszünk 60-am, mennyi 44, 30, hát akkor nincs sok kieső. És azért ezt illik megcsinálni, hogy itt illik tovább jutni. De hát nyilván cél a döntő, sőt nem vagy a döntő, cél a győzelem. Nincs brokkoli. Nem jön a brokkoli. A brokkoli szerintem nem tudja, mit kell csinálni, mert az ott van hátul, és ott ugrál lefele. Nem fél szar csinál. Na, mindjárt megnézzük, mindjárt fölpofozzuk. Mi ez? Nem nyomja izét? Nem nyomja a csapdát, de most már nyomja.
kapta. Ó, bazd meg, most mehetünk a végére. Jó, mindjárt kiszáradok. Na, srácok, ne aludjatok, most jön a döntő, ez nem a döntő, hanem a döntőbe jutás. Ott a kalapács, bazd meg. Bazd meg! Picsába. Azaz, benn vagyunk. A bravúros versenyzéssel. Az meg, ha ott... Nem lehet leütni. De én azért egy kicsit visszamennék a brokkolinak az erejéből. Tehát értem én, hogyha sokan vagyunk, akkor nyilván nincs sok esélye. De ha sokan mondjuk, az már azt jelenti, hogy akkor már amúgy is lassan vége van a játéknak, mert még páran jutnak csak be. De így, hogy csapdákat tud letenni, fémkalapácsa van, még élete is van, és egy csapásból téged leüt. Tehát ennek semmi értelme nincsen. Legyen az, hogy neki is izé kalapácsa van, normál kalapácsa, ki tud ugyanúgy ütni. Vagy mindenkinek legyen ugyanúgy élete, de mondjuk két fémkalapács ütésben meghalsz, de mondjuk kettőt kibírsz, vagy hármat. De azért tudja-e rásuhintani? Na, már megint a kedvenc pályám, remek. És bazdik, és alattam hiányzik a... Oh! Jó. Nem, tehát egyszerűen ezt... Ez a döntő, ez nekem, ez ilyen... Próbálj meg taktikázni eltűnő szarokon, úgy, hogy körülötted szarrá ugrálj, de meg te ugrálod magad szarrá, hogy minél hamarabb eltűnjön minden, és a többieket szívasd, akkor is te szívod meg, tehát tök mindegy, hogy mit csinálsz, megszívod. És valaki, aki meg annyira mákos, az meg fönt valahol meg tud ragadni, izé, négy darab ilyen mezőn, bazd meg, és azzal megnyeri. Tehát, hogy... Azért értem én, hogy szerencséről is szól ez a játék, de azért valamennyi tudást vagy taktikát azért így benne hagyhatnának, mint amikor a csapdákat kikerülted. Látod, hogy jött a brokkoli, és készül megnyomni a gombot, már várja, és nem futsz be, hanem megvered, addig megnyomja, és utána mész. Az taktika. És lehet, hogy kell hozzá mondjuk mák is, mert mondjuk benyomja a csapdát, de neked menned kell, mert mit oda kell érned időben, hogy még benne legyél a, nem tudom, 10-ben, akkor bevállod azt, hogy lehet, hogy pont azon a forgószoron, azon a kék forgón, lehet amúgy úgy ugrálni, hogy hiába forog gyorsabban, te föl át tudsz rajta mégis úgy ugrálni. Tehát akkor ezt bevállalod. De, na, mindegy. Na. Srácok, lányok, fiúk, lányok, semlegesek, ki mit szeretne. Már annyi volt a stream azért,
Hát 8-kor kezdtem, nem gondoltam volna, hogy ennyi lesz, úgyhogy majdnem egy 5 óra, de az sem etileg úgy nyomom, mint az igazi profi streamerek, ilyen nem csak 1-2 órán keresztül, hanem 4-5-6 órán is. Úgyhogy legközelebb, lehet, hogy lesz egy kis brófolszozás holnap vagy holnap után, meglátjuk, még nem ígérem. De csütörtökön és pénteken mindenképpen jövök játékkal. Csütörtökön ugye GTA 5, illetve Beaver Planet Earth, pénteken pedig a Blacktail Innocence-el, azt tuti. A techbarát.hu megtaláljátok a részleteket, hogy mikor, de csütörtökön este 7-től, pénteken pedig, nem mindkét alkalommal este 7-től, vagy pénteken talán 8 órától lesz a Blacktail Innocence, de valahogy akörül, az a biztos. Na, köszi, hogy itt voltatok Danikának, Árpinak, Arninak, Vikinek még korábbról, meg Fake Deathnek is, meg mindenkinek, aki itt volt, aki beköszönt, csetelt velem, és interaktívan gyertek legközelebb is. Ha brófolszozunk, akkor jöhettek majd, csatlakozhattok, úgyhogy az mindig nyitott lesz a jövőben is terveim szerint, de nyilván semmi akadálya nincsen, úgyhogy ha van Steametek, meg letöltitek a brófolszt ingyenes, akkor tudtok jönni. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, jó utcakát mindenkinek, aludjatok sokat, mert holnap munka van, már akinek, hát Daninak ugye nincs, ezt tudjuk, már régóta megy ki a piacra seftelni valamit, de végig az is munka, ha úgy vesszük, úgyhogy mindenkinek kellemes estét, meg éjszakát, holnapra jó melót, aztán hamarosan találkozunk, jó éjszakát, szevasztok!